A Maderson Moson Magyaróvár a szezon első hazai mérkőzésén a Kisvárdát fogadta. Gyurka János sérülés miatt nem számíthatott Aldekannára és Tóth Gabriellára, Szemerei Zsófi pedig eltiltás miatt hiányzott. A találkozót a piros mezes vendégek kezdték jobban, Bakó Botond együttese a 7. percben 4-2-re vezetett. A Moson Magyaróvár gyorsan kapcsolt és Tranik Zsófia vezérletével zsinórban 7 gólt szerzett, így a 16. percben 9-4-re ellépett ellenfelétől. A folytatásban maradt a magabiztos 4-5-6 gólos MKC vezetés. A fél időben 17-12-es hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A második játék részben is az óváriak akarata érvényesült, az MKC védekezése jól működött, Mistina Kitti pedig remekül helyettesítette Szemereit, végül 10 védéssel zárt. A hajrában tovább nőtt a különbség a csapatok között, a hazai együttesből pedig mind a 13 mezőnyjátékos gólt szerzett, a legeredményesebb Stranik Zsófi lett 5 góllal. A kisvárdai csapatban Siska Pálma 7 gólig jutott. A Maderson Moson Magyaróvár végül a vártnál könnyebben 35-27-re legyőzte a Kisvárdát, így győzelemmel kezdte a szezont hazai pályán. Megfelelő hangulatban. A lányok láthatóan élvezték a játékot, megfelelő sebességgel tudtunk már viszont a támadásban játszani. A visszarendeződésünk is jónak mondható, viszont a kevés falta vezettük a második játékrészt. Ebben javulnunk kell, ez egy cél lesz továbbra is. Rossz volt a hátsó alakzat, és kiemelkedően talán a mai nap a kapus teljesítményünk, tehát alig találkoztak a labdával, és nem tudtak semmilyen stabilitást adni, illetve segítséget a védekezésnek, a féltávoli zónákból és a távoli zónákból is gyakorlatilag majdnem minden lövés góllal fejeződött be. A Maderson Moson Magyaróvár szerdán az Érdet fogadja az UFM arénában. Sziget Közsport.